Hey, I'm Raymond Bunyanski, 3 times K1 champ, and you're watching T Kazoob. Hungary, I love you. Let's get ready to rumble. Let's get ready to rumble. Yeah. Throw your hands up. Throw your hands up. Throw your hands up. All they see is black venom in my silhouette. Just watch the fear reappear in their eyes when I hit the set. Oh no, Tupac routine types of self. Szerintem először mindenképp térjünk ki az első tekes videónkra, a Karacs Attila portréra, ami hatalmas sikert aratott a csatornán. Azért is imádják, mert óriás ex, tehát hogy még ilyen harckocsiból senki nem jelentkezett be a YouTube-on. Ja. Szevasztok, Bástyák, T-közép on the vlog! Cső! A terror elrejtelési központnál a vezérkartól egészen a símaszkos kanibálokig mindenkinek nagyon tetszett a videónk, tehát sorba jöttek oda hozzánk lepacsizni a gálán. Így van, elsőként az amerikai fater. Ó, oh, tiszteletem, szevasz! Szia! Nagyon jó lett! Köszönjük szépen! Nagyon jó, azóta mindenki lett amerikai fater. Nagyon király! Good morning, USA! I got a wonderful day! És ami számunkra a legnagyobb elismerés, nyilván az, hogy a főszereplőnek, tehát Karacs Attilának is nagyon tetszett. Igen. És ő is meg is ígérte, hogy majd kommentálni is fog. Jó lett a riportotok, csak elfelejtettem oda kommentálni a YouTube-ra, de fogok. Jó, köszönjük szépen! Jó. Köszönjük! Imádom ezt a műfajt! Aljas sunyi módon visszaéltem azzal, hogy minden tekes imádta ezt a videót, úgyhogy én egyből belecsaptam a közepébe, és megmondtam a főninek, hogy én lőni akarok, meg kutyákat akarok, meg mindent akarok. Tábornokon mondta, hogy látta a videónkat. Lehetne szó egy második fordulóról, ahol megnézhetnénk a fegyvereket és a kutyákat, meg minden. Nekem semmi kifogásom nincs ellene. Valóban nagyon tetszett, egy picit távol áll az én világomtól és a mindennapi kommunikációmtól, de nagyon nehezen nézek úgy videót, hogy nem tudom bármikor ott hagyni. De esküszöm, és most nem a smuzát, tényleg nem tudtam ott hagyni. Tehát ezt a végig kellett nézni, mert érdekelt, hogy mi lesz a következő 5 másodperc, tehát hogy megsemmisülünk vagy sem. Nagyon tetszett, nagyon jó volt, nyugodtan gyertek és csináljátok. Köszönjük szépen! És ezt tényleg komolyan köszönjük, mondtam. Tábornok úr! Szevasztok, Bástyák, T-közép on the vlog. Cső. Itt vagyunk Ferike Iglesiasszal, hogy megcsináljuk a vlogot, mert túl vagyunk a 2018-as Tech Budó és Küzdősport gáláján, ahol rohadt jól éreztük magunkat. Ennek egy nagyon régi hagyománya van egyébként, és alapvetően ez egy tornatermi BM pontszerző verseny volt. Még 2011-ben is az volt, ugye akkor Debrecenben rendezték még, akkor már a Technek a csapatát akkor már én készítettem föl, és akkor is elég jól szerepeltünk egyébként, és én azt hiszem talán az volt az az időszak, amikor főigazgató úr látott ebbe fantáziát, és úgy gondolta, hogy ezek a srácok ennél sokkal többet érdemelnek. Egyébként engem a fegyverek érdekeltek, így a sok PUBG, tehát én minden este PUBG live-okat nézek. Hát gyerekek, mi a fasz? Hál' Istennek a fegyverekből ott a Budó gálán is volt egy ilyen kis ízelítő. Knock-knock. Ott a knock-knock. Hú, bazzeg, ez még a 50-ek, ez a házban. Igen. Az éjjel látóval igazából korom sötét helységbe bele tudunk menni, és így felébresztjük. És ezt így mondjuk Amerikában, Nevadában ezt így otthonra meg tudnám vásárolni magamnak? Látod, Feri, ezért mondtam tavaly Kaliforniában azt, hogy senkire nem szabad rádudálni, ugyanis mindenkiné van stukker. Persze, gondoltam én, de azért hozzá kell tenni, hogy nem véletlenül nem volt félnivalónk az USA-ban. A
aki velük van, az fejteszi, yeah. 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 Jó estét, Budapest! Vagyunk a TEK által szervezett búdó és küzdő sportgálán, Feri, te mit üzéni? Annyi rendőr van, meg annyi rendőr van. De komolyan? Zárva van, Feri. Kis csávó átnyom. Bossz! Bossz! Ez a Donatello. Szecska mester büszke lesz rá. Most ezeket fogja a tech szétvágni mindjárt. Nem, ezek egymás, nem? Vagy itt most mi van? Nem tudom. Agade, Bruce Lee. Agade, Bruce Lee. Agade, Bruce Lee. I am that Lee Show. Agade, Bruce Lee. Agade, Bruce Lee. Agade, Bruce Lee. I am that. Kurva jó hangulatú ez a cucc. Nagyon. Riogattak minket azzal, hogy ezt itt tizi nem nézi senki, meg le se szarják. Tök sokan vannak. Nagyon jó. Tök jó hangulat. És most jöttük az estének a lényegi részére. Így van, most kezdődik a gála, úgyhogy itt lesznek olyan döntők, hogy elvileg beszarás. Ja, de már így is elhúzták a lótánkat egy jó trónokharcával. Ja, a trónokharca, besírtam rajta. Onnan tudjátok, hogy színvonalas a rendező, hogy Harsányi levő a kommentátor. A Simaszkos kannibálok bemutatóját láthatjuk! Ott van a nyakra térdelés! Azóta kinyomtatta, otthon fönn vannak a falon neki, csak a nyakra térdelésekből van neki kinn a falon vagy hat. Kedvencem! Ma ott tartunk, hogy az Atlasz Szövetségbe, Európa 28 tagországát tömörítő szövetségbe oktatjuk az első segélynyújtást, a taktikai medicinát, és oktatjuk a közelharcot és a tech fightot. Az, hogy a tech fightról beszélhetünk, az Karacs Attila, az Ármin, Kelemen mester és ezeknek az embereknek a munkája. Az, hogy az ember 54 éves, és az, hogy szolgálatot vezet, az nem jelenti azt, hogy nem edz. Mi is edzünk, minden nap edzünk benn, de hetente kétszer van egy K1 edzés, amit a Karacs Attila tart a vezetőknek. Ezen én magam is lebicegek, részt veszek, és csináljuk a munkánkat. Ha kimegyünk egy feladatot, akkor nem jövünk úgy vissza, hogy nincs elvégezve. Utánunk már senki nem jön. Ez az én mondatom, általában szoktam mondani, és ez tényleg így van, mert ha mi nem végezzük el, más nem tudja. Ezért olyan harcosok kellenek, akik a legnehezebb szituációkban, és amikor megtámadják őket, és még nem lehet fegyvert használni, és el tudják végezni ezt a munkát. Hát ezért vannak ilyen instruktoraink, és ezért vannak itt ilyen harcosok. Nem sokára jön az egyik főmérkőzés, Habas Anton egy ukrán ellen is. Habas Antonra nagyon kíváncsiak vagyunk.
nagyon profi egyébként a körítés, tehát jött ilyen. Az nagyon pró. Egyébként most ez az Antoine, én ez volt az első meccs, amit láttam tőle, én ugye annyira nem értek ehhez, de látványos. Nagyon kemény nyomta ezeket a repülő rugásokat, de hát ez az ukrán megtréfálta. Feltételezem egyébként, hogy ő is a szovjet boxiskolában sajátított el az alapokat. Kézzel eszméletlen jó volt. Jó, jó, nagyon jó volt. I don't slang up bang, I just smoke motherfuckers like it ain't no thing. Nyilván a fő attrakció a sztár vendég Remi Bonyászki volt, akire ki volt éhezve az egész csarnok. The Flying Gentleman. Remi Bonyászki! Hello Remy. Hello. I'm George. Nice to meet you. Nagyon jó fej volt Remy. És sikerült elkapnunk egy interjúra. Bizony, Ferike Illészi ezt csinált vele egy ilyen teljesen random interjút. The tough guys in Budapest have to be afraid of Remy Bonyászki in the city tonight. No, nobody has to be afraid of me. But because that's why they call me the flying gentleman, you know? Yeah. So you don't have to be afraid of a gentleman. You know, even if you're a tough guy, I will always treat you right. I'm a motherfucking man. És gyerekek, hát Remy atom odafigyelhetett a magyar idegenvezetőre. Every time I'm here, I see the people, they are, you know, friendly to me. It's a great city with a lot of history. Yesterday I've been to the parliament to see the third biggest parliament in the world. Te olyan okos vagy. Azért volt nagyon nagy élmény, mert nekem a 2000-es évek elejéről nagyon sokat beszéltünk, tehát ebben a K1-ben ő volt a kedvenc vadkanibálom. Tehát én miatta mentem haza az ilyen péntek szombat esti bulikból az utolsó busszal, hogy még elkapjam a meccsét a Jugosporton. Bonyászki nagyon meggyőzően küzdött ezen a tornán eddig, de hát már ezt megelőzően is. The 2003 that I won the World Grand Prix, you know, I was very happy to win that because the 2003 I was a debutant, you know, it was my first time in the World Grand Prix and I won. Hatalmas rugás. Vége. A lot of people thought I was, you know, a one day fly. And then in 2004 I won it again to shut the people off that, you know. But still in 2008 I got back up and won it again. What you said earlier that the key for Remy here is pressure. Oh, he tags him, jumping around it. So I think all the three World Grand Prix are special for me in a different kind of way. Who was your greatest rival, if you think? I think someone, but what is your opinion? Tell me what you think. I think Musashi maybe. Yeah, Musashi was one of my greatest rival during the fights. But I think in that time, all the fighters could be, you know, your worst nightmare. 15 guys in the Grand Prix, in the K1 Grand Prix that could have beaten me. So I'm happy that I won the K1 three times, yeah. A few days ago we had a conversation about you with Attila Karacs, who was an opponent of you in 2000. Ő volt a hazai versenyző, tehát így ő vonult be másodszor a szorítóba, és akkor ott néztem a ringbe, hogy volt ilyen kis highlight összevágva, hogy az is elájult, az is elájult. Mondom, figyelj, szerintem ez nem most bonyozik először. Well, I remember the fight, you know, Attila Karacs is a great fighter, he's good, he's, but you know, in the fight one has to win, and that was me, I believe. So I'm glad about that, but
he's a great guy. He's example to I think all the Hungarian people, and he's a good tech guy, so he's defending a country. Az elmúlt pár napban elképesztő csillaghullás volt a T középnél, gyerekek. Pár napon belül találkoztunk Cristiano Ronaldóval, és Remi Bonyánszkival is. Úristen. Aki belemondta a mikrofonba. Igen, igen. Hey, I'm Remi Bonyánszki, 3x K1 champ, and you're watching T-Kazoob, T-Kazoob, T-Kazoob. Hungary, I love you. Thank you so much. Még egy fotót csattintsunk. Ez volt a T-Közép Tech Búdó és Küzdősport Gála vlog. Ő volt Ferike Iglesias, én Rekup György voltam, kövessetek minket itt a csatornán, illetve Facebookon és Instagramon is. Jajaj. Zárásképpen pedig nézzétek meg, ahogy Putyin agyonveri Peter Griffin. Ja. You had enough?